Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket helytörténeti sorozatunk mai adásában. Ezúttal Halasi Olivér újpesti olimpikon emlékművével ismerkedhetnek meg. ...2011-ben adták át Halasi Olivér emlékművét itt a pozsonyi lakótelepen. Mit kell tudnunk Halasi Olivérről? Halasi Olivér egy többszörös olimpiai bajnok, Európa bajnok, úszó, illetve vízilabdázó volt, aki a mai értelemben véve mozgássérült sportoló volt az ő saját idejében. Viszont az egészségesek között, az épp sportolók között szerepelt folyamatosan. 10 éves korában villamos baleset következtében elvesztette a bal lábát, boka fölött csonkolni kellett, le kellett vágni, és ezért ő egy ortopéd cipőben járt később egész életében, picit leplezve járás hibáját, amit azért eléggé szégyelt. Ezért aztán megpróbált olyan módon, olyan életvitelben kiteljesíteni önmagát, ami ezt kárpótolta ezért őt, és elsősorban az úszással próbálkozott már gyerekkorától, ahol szép eredményeket ért el. 1931-ben Párizsban az 1500 méteres szabadvízi gyorsúszásban Európa bajnok lett, de eközben a labdajáték is vonzotta, és a vízilabdában találta meg azt a kiteljesedési formát, amiben aztán végül is nagyon szép eredményeket érte el a vízilabda csapattal. 1932-ben nyertek először olimpiai bajnokságot Los Angelesben, és aztán 4 évvel később 1936-ban Berlinben is megismételték ezt. Újpest önkormányzata állítatta ezt az emlékművet, kinek az alkotása? Tóth Dávid, újpesti szobrászművész alkotása, aki többszörösen újpesti, édesanyja újpesti szobrászművész volt, a mai angol tagozatos iskola, a Fóti úti általános iskola rajztanáraként is dolgozott. Édesapja szintén szobrászművész, Tóth Béla, ő napjainkban már nem él Újpesten, Tóth Dávid él a szülői házban, a megyeri részen, Újpestek megyeri részén, és hát azt kell mondjam, hogy házi alkotóként lép már elő lassan, több emléktáblát, Ugró Gyura emléktábláját, Asner Lipót, az Ute stadionban lévő emléktábláját is készítette, és hát természetesen a legújabbak között a Halasi szobrot, illetve a közelmúltban beszéltünk róla, a Wolfermi mellszobrot is készítette. Nem véletlenül került ide az emlékmű, hiszen itt egy sportlétesítmény áll. Igen, stílusosan a Halasi Olivér Sportcentrum előtt áll az emlékmű, és hát természetesen itt a közelben még egy Halasi Olivér létesítmény létezik, ez az általános iskola, a német tagozatos általános iskola, és a közelmúltban 2013. októberében avatták a Káposztásmegyere az úszodát, amely szintén Halasi Olivér nevét viseli. Azt hiszem, hogy ezzel a névadással mindenképpen emlékeznünk kell Halasi Olivérre, és nagyon szép, hogy ennyi sporttal, ifjúsággal, tanulással kapcsolatos létesítmény viseli az úszóbajnok nevét. Egy emléktábla is megemlékezik az ő sikereiről. Halasi Olivér, mint mondtam, Újpesten született 1909-ben, és itt is járt iskolában természetesen, az egyes számú polgári fiúiskolában végezte középfokú tanulmányait, ami most a Kanizsai Dorottya egészségügyi szakközépiskola. A Kassai utcai oldalán avatták 2009-ben az emléktáblát. Ebben tulajdonképpen megemlékeznek arról is, talán az első magyarországi olyan emléktábla, amely megemlékezik arról, hogy sajnos Halasi Olivér erőszakos halállal halt meg. 1946-ban egy rablótámadás áldozata lett, amikor is szovjet katonák azt a taxit támadták, megállították le Angyalföldön, amellyel hazafelé utazott, és amelynek tulajdonképpen a keretkeire voltak ők éhesek idézőjelben, és ott a helyszínen haltak meg Halasi Olivér is, és a gépkocsi vezetője is.